Dragomán György festék. Az első gondolatom az volt, hogy nem lesz koncert. Képtelenség, hogy énekelni tudjak. Aztán, amikor végre eljutott a tudatomig, hogy amit a férjem mond, az igaz, hogy komolyan beszél, hogy komolyan mondja, hogy köztünk mindennek vége, nem szeret már, mert egy másik nőt szeret, és ezentúl vele képzeli el az életét és a szakmai jövőjét, tudja, hogy nem most a koncert előtt 5 perccel kellett volna megmondania, de értsen meg, hogy nem tudott volna még egyszer úgy kiállni a színpadra mögém, hogy ne tudjam, hogy mi ez az igazság. Szóval, amikor ezt felfogtam, akkor az jutott eszembe, hogy egy hét múlva lett volna a 18. évfordulónk. A száját néztem, idegesen megnyalta az alsó ajkát beszéd közben, az ujjai időnként kisöpörték a homlokából az előre hulló hajtincseket. Szerettem ezeket a nyugtalan, már-már nőies gesztusait. Azt hiszem, a keze miatt szerettem bele rögtön az első próbán. Az ujjai miatt. Úgy tudta simogatni a nagy bögő nyakát, hogy a bőrömön éreztem az érintését. Elképzeltem, hogy végig simít a hátamon, hogy végig húzza az ujjait a gerincem két oldalán, finoman megnyomja a feszültségtől merev izmokat, magához von, a karjaiba szorít. Annyira nyilvánvaló volt, hogy ennek meg kell történnie, hogy nem is szégyeltem magam a gondolattól, nem hajtottam le a fejem, nem fordultam el, hanem rámosolyogtam. Később bevallotta, hogy soha azelőtt nem látott még olyan magabiztos volt és tiszta mosolyt, mint akkor az arcomon. Aztán, amikor énekelni kezdtem, azt gondoltam, hogy ez most neki szól, egyedül csak ő neki, és tudtam, hogy ezt ő is pontosan érzi, mert tökéletesen játszott. Úgy tolta a hangom el a ritmus, hogy megtámasztja és megerősítse. Tükröt tartotta a hangom elé, meg sokszorozta a fényét és ragyogását. Láttam, hogy elmélyültek a homlokán a ráncok. Hallottam, ahogy azt mondja, szégyelli magát, mert tudja, hogy amit együtt csináltunk, a zenetörténeti jelentőségű volt. Valóban egy gyönyörű történet, hogy az énekesnő és a nagybőgős egymásba szeretnek, és aztán együtt lesznek virághíresek. Szép volt nagyon, de értsen meg, hogy a szerelem, amit most valaki más iránt érez, mindennél erősebb. Nincs más választása, el kell mennie, el kell hagynia engem, mert másfelé sodorja az életárja. Elhallgatott, felállt. Alsó ajkát egy kicsit lebiggyeztve nézett. Úgy várja, hogy végre megszólaljak, hogy összetörjek, hogy elsírjam magam, hogy történjen már végre valami. Az arcát néztem. Éreztem, hogy megfagytam. Jég vagyok belőle, sírni kéne, de azt se tudok. Végem. És akkor ő egy pillanatig úgy nézett rám, ahogy még soha. Egyszerre volt sajnálattal és gyűlölettel, szégyennel a tekintete. Úgy nézett, mint egy tárgyat. És egyszerre eszembe jutott, hogy láttam már ezt az arckifejezést. Pár héttel azelőtt, amikor a fürdőszobában állt, és a tükörbe nézett, a saját arcát nézte borotváltozás után. Egy pillanatig volt csak olyan az arca, ahogy meglátott maga mögött a tükörben, már mosolygott, csak egy villanás volt az egész. Talán el is felejtettem volna, de aznap a külső kupakon megtaláltam a hajfestékes dobozt. Teljesen véletlenül a karkötőmet kerestem. Főzés előtt vettem le, és azt gondoltam, talán kidobtam az almahéjjal együtt. Nagyon meglepődtem, mert mindig büszkén mondta, hogy ő nem őszül. Be akartam vinni a dobozt, nevetve akartam az orra alá dugni. De aztán eszembe jutott a pillantás, amit a tükörbe láttam, és nem tettem mégsem. Ugyanúgy nézett rám, mint akkor a tükörre, és akkor egyszerre mindent megértettem. Megértettem, hogy önmagát látja bennem, azt, amitől a legjobban fél, a saját öregségét. És akkor egyszerre azt gondoltam, hogy menjen a francba, a végtelen hiúságával együtt menjen a francba, és maradjon is ott. Azért sem fogok sírni, nem lesz itt hiszi, semmi Cry Me a River. A bennem lévő hidegre gondoltam, a jégre. Hagytam, hogy szétsugározzon a testemben. Hagytam, hogy megfagyjon az arcom. Éreztem, hogy kinyílik a szám. Hagytam egy jeges mosolyra húzódjon. Aztán csak annyit mondtam neki nagyon hidegen, és nagyon száradon, hogy kár.
elolvas egy novellát, én feltételezem, és ezt vállalja a kiáll emberek elé, és picit szégyelősen is akár, ez a kedvenc novellád? Hát, eléggé szeretem, igen. Miért? Miért? Mi van benne, ami közel áll hozzá? Nem tudom, amikor először meghallottam, akkor úgy magaménak éreztem, és úgy éreztem, hogy ez nekem ehhez közem van is. Nagyon fontos, amit mond, erre figyeljetek, hogy mindenkinek meg kell találni a kedvenc legényét, vagy a kedvenc novellát, ami közel áll hozzá, és nem mindenkihez ugyanaz áll közel. Van, akihez Jókai Móra közel, van, akihez Vivien Fable áll közel, valakinek a Barátok közt a kedvence, valakinek egy Jancsó film, vagy más művészfilm, úgyhogy nem szabad lenézni egyiket sem, mindenkinek más a gyógyír. Mert a művészet, mint ahogy már a táncnál volt róla szó, gyógyír. És neked is gyógyír ez a novella, és nekünk is az volt, hogy meghallgathattuk. Nagyon szépen köszönjük!